Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A kormányzatnak kiemelt szándéka a magyar vidék fejlesztése, és ez nem csak szavakkal mondjuk el, hanem tettekkel is. Veszprém megye egyes számú választókörzete abban a szerencsés helyzetben van, hogy Veszprém, mint megyeigú város a Modern Városok programjába érintett, és 2016-ban Porga Gyula polgármester úr miniszterelnök úrral aláírta a Modern Városok programját, és azt elmondhatjuk, hogy 2021-re ennek a programnak a 90%-a már megvalósult. És ahogy említettem, további fejlesztések várhatóak, de nem csak a megyeszékhelyen, hanem a 24 kis településen is. Nagyon örülök annak, hogy a kormányzat elindította a Magyar Falu programot. Ahogy elmondtuk azt, hogy a Modern Városok programját is a veszprémiek írták, azt elmondhatjuk a Magyar Falu programról is, hogy a polgármestereknek már a régóta várt fejlesztési terveit próbáltuk beletenni a Magyar Falu programba. Gyopáros Alpár kormánybiztos úr rengeteg munkát végez annak érdekében, hogy évről évre szélesítse a Magyar Falu program pályázati lehetőségeit, és nagyon örülök annak, hogy Veszprém megye egyes számú választókörzete él is ezekkel a pályázati lehetőségekkel. Arról tudok beszámolni a tisztelt háznak, hogy Veszprém megye egyes számú választókörzetébe már több mint 150 sikeres pályázat született. Ez köszönhető annak, hogy valós kérdésre ad valós választ a Magyar Falu program, és olyan programokat hirdettünk meg, amelyre az önkormányzatok szívesen pályáznak. De hogyha megnézzük a pályázati kiírásokat, akkor láthatjuk azt, hogy most már 15 fajta pályázati kiírás létezik, az egyházi közösségek terek fejlesztése, az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás, úthíd, kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása, egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastruktúráis fejlesztése, önkormányzati temetők infrastruktúráis fejlesztése, óvodai játszóudvar és közszerületi játszótér fejlesztése, civil közösségek tevékenységének és feltételeinek támogatása, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatás, tanya és falugondnoki buszok beszerzése, önkormányzati járdaépítés felújítás, anyagtámogatása, kommunális eszköz beszerzése, orvosi eszközök beszerzése, felelős állattartás elősegítése és a kistelepülési üzletek támogatása. Ez mind-mind olyan program, amire már nagyon régóta vártak az önkormányzatok, és azt is el szeretném mondani, hogy ezeknek a programok mindegyik állami támogatásból valósul meg. Hogyha a számok tükrében nézzük, akkor csak egy-két választókörzeteni önkormányzatot emelnék ki. Márkó települése például 7 sikeres pályázattal rendelkezik, 156 millió forint támogatásba részesült, Urkut községgel 105 millió forintos támogatásba részesült, Vilonya 85 millió forintos támogatásba, Nemesvámos 160 millió forintos támogatásba, Szentgál pedig 10 sikeres pályázattal már rendelkezik, és közel 170 millió forintos támogatásba részesült. Én azt gondolom, hogy a vidék további fejlesztése a kormányzatnak a célja. Ehhez minél több forrást szeretnénk biztosítani, minél több forrást arra, hogy a vidéki élet is ugyanolyan jó legyen, mint egy nagyvárosi lét, és én azt gondolom, hogy ezek a kormányzati intézkedések igenis elérték a céljukat. Hogyha csak nézzük a választókörzetben a kis településeket, akkor hála Istennek minden olyan részen már új utcák is nyílnak, ahol erre szükség van, és ebből is látszik az, hogy vidéken képzelik el az ott élők a közös jövőnket. Én köszönöm az önkormányzatoknak azt, hogy élnek ezzel a lehetőséggel, köszönöm a kormányzatnak azt, hogy létrehozta ezt a lehetőséget, és úgy gondolom, hogy ez a közös útunk továbbra is. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmüket.